Elképesztő mennyiségű több mint 10 tonnányi elektronikus hulladék gyűlt össze a május 23-ára a Hemó udvarába megszervezett elektronikai hulladékgyűjtési napon. Télikészülékek, szerszámgépek, számítógépek, monitorok, konyhai eszközök, hűtők, sütők, konyhagépek és egyéb különleges eszközök az elmúlt évek, évtizedek háztartási berendezéseiből. A reggel 8 órától délig meghirdetett akciónapon folyamatosan telt házat tapasztaltunk. A hulladékok elhelyezését és felpakolását a Dunakavics és a Rollfilm munkatársai végezték. Az akció célja, hogy a sokszor mérgező másodlagos hulladék, vegyi anyagok ne terheljék a környezetet, és hogy azok minél nagyobb arányban újrafeldolgozás után újrahasznosíthatóak is legyenek. Itt helyben évente, fél évente szerveznek elektronikai hulladékgyűjtést, de a feleslegessé vált termékeket a cég Sziget-Szentmiklósi telepén hétfőtől péntekig egész évben leadhatjuk.